Ugyan sok pihenőtök nem volt a Diós Győri meccs óta, sikerült azért átbeszélni ezt a találkozót a mesterrel? Milyen véleménye volt erről a találkozóról? Igen, sikerült átbeszélnünk, végig kapcsolatban voltunk a mérkőzés alatt, nagyon sokat segített mind nekem is, és a pályán lévő játékosoknak is. Igazándiból 3-4 olyan észrevétele volt, amit orvosolnunk kell a következő mérkőzésre, és foglalkoznunk kell vele, ezt a holnapi napon meg fogjuk tenni. Most igazándiból a meccs után még úgymond a győzelmi mámor és az ünneplésé volt a főszerep, mai reggeltől pedig a regeneráció, és akkor, amikor így regenerálódnak a játékosaink, akkor egy kicsit tudunk azzal foglalkozni, hogy miben változtassunk a Zalaegerszeg mérkőzésre, és hogy mik azok a pontok, ahol tudunk még javítani a játékunkon. Hogy lehet felkészíteni a játékosokat erre a matchdumpingre, hiszen 7 nap alatt 3 mérkőzést játszunk? Hát ez a felkészülés már 5-6 hónappal ezelőtt elkezdődött, szóval így, hogy a bajnokság végén sok a mérkőzésünk, ez egy 5-6 hónapos munka, hogy a játékosunk jó fizikai állapotban legyenek, és igazániból ilyenkor, amikor sorozatmeccs terhelés van, csak a regenerációval kelljen foglalkozni és a frissítése, mert az alapálló képesség és az alapképességek rendelkezésre állnak. A hazai meccsezet ellen nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Hogy látod, ahhoz képest a találkozóhoz képest miben kell változtatnunk, hogy akár 3 pontot szerezzünk idegenben? Igen, 3-0-ra kikaptunk. Azt a mérkőzést úgy éltünk meg, hogy azért 3 gól különbség nem volt a két csapat között. A mérkőzés elején mi irányítottunk, de a félidőnek a vége felé kaptunk egy gólt. Igazándiból azon kell dolgoznunk, hogy a védekezésünk rendben legyen, és ha a védekezésünk rendben van, az előlévő játékosaink, vagy akár egy átlövéssel biztos, hogy eredményesek tudunk lenni. Majdnem minden mérkőzésünk rögtünk gólt, ezért fontos az, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a védelmünk stabilan álljon a lábán.